Hát csak hisd, én ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kérek, ne félj. Lesszi, a sztár attrakció. Gyerünk, Harvey! Siessetek, srácok! Utol kell érnünk Lessit! Miért? Az meglepetés! Milyen meglepetés? Nem tudom! Ezért kell futnunk! Talán már el is késtünk! Nem! Ez biztos az! Gyerünk! Nézd! Ott van! Hű! A világhírű Weaver cirkusz! Én megmondtam! A vonat minden évben itt halad át Jefferson City felé! Menő! Eddig még sosem láttam ilyen csíkos pizsamát. Hé, srácok! Hol vagytok? Azt mondja nekem, hogy mindkét új zebra elszökött? Ez nem hangzik jól. Tudja maga egyáltalán, mennyibe kerülnek nekem ezek az állatok? Tudjuk, tudjuk, de csak baleset volt. Amikor kinyitottam az ajtót, akkor... Segíthetünk? A cirkusszal jött, nem igaz? Éppen láttunk két zebrát. Gyerekek, de most nem érünk rá. Ma nem lesz előadás. Tudja, uram, van más megoldás. Harveynak igaza van. Leszi megtalálja a két szökött zebrát és visszahozza őket. Leszi? Ki is pontosan ez a Leszi? Hát? Azt a főnök! Nézze! Ott vannak! Leszi! Gyere ide! Ügyes kislány, Leszi! Tereld őket a vonathoz! Szép munka, Leszi! Gyere csak! Csodálatos! Bravo! Bravo! Ez hihetetlen volt! Nem, uram! Ez Leszi volt! Nem értem, miért nem volt rendesen bezárva ez az ajtó? Jaj, ne! Most meg nem lehet kinyitni! Nyissa ki, nyissa már! Leszi! Ügyes kislány! Te vagy a legjobb! Ohoho! A kutyátok elképesztő! Köszönöm! Jól vannak. Csak egy kicsit izgatottak a szabadban szaladgálástól. Minden rendben. Nincs miért aggódni. Köszönöm, doktornő! A nevem George Weaver, a világhírű Weaver cirkusz tulajdonosa és porondmestere vagyok. És köszönöm, hogy segítettek nekem. Ne nekünk köszönje! Hanem Leszinek! Sosem láttam hozzáfoghatót. Okos, fürge, szófogadó, akrobata! És még a felét sem láttam. Igen, Leszi tényleg nagyon különleges. Több, mint különleges. Leszi egy sztár! Csak nézzenek rá! Van személyisége, egy igazi színpadi jelenség. De tényleg, Leszi lehetne a következő nagy attrakcióm. Hatalmas sztár csinálhaték belőle. Nagyon jó szeme van hozzá, Mr. Weaver. De Leszi nekünk sokkal többet jelent, mint hatalmas sztár. A családunk része. Én is így érzek. Pedig nem is az én kutyám. Azok a fura pizsamás állatok lehetnek a meglepetés. Nem tudom. Kérdezzük meg Leszit. Oh. Ezt nézzétek! A világhírű Weaver cirkusz! Ez egy cirkusz? Oh. Mindig is be akartam állni a cirkuszba. Rivalda fény, bohócok, akrobaták, vagy még jobb, bűvészek. Akkor követned kell az álmaidat, Looper. Mi majd segítünk neked. Tényleg? Szerintetek megvan bennem, ami egy cirkuszi előadónak kell? Miért ne? Mondj egyet, ami bennük megvan, de benned nincs. Hát lássuk csak. Tehetség? Igaz. De mikor hagytuk, hogy egy ilyen apró részlet megállítson minket? Gyerünk, srácok, be kell juttatnunk Loopert a cirkuszba. Hát persze, családtag, nagyra tartom az ilyet, de hadd tegyek ajánlatot. Sajnálom, Mr. Weaver, Leszi semmilyen áron nem eladó, többet jelent nekünk. Nincs értelme alkudozni. Nem gondolja, Mr. Weaver?
Oké, mászlink van, ott egy létra. Várj, azt nem mondd, hogy azt akarod, hogy... Nézzétek, egy bűvészdoboz! Bingo! Egy új hely a próbához! Komolyan, Leszi, amit az zebrákkal csináltál, jobb volt, mint egy cirkuszi előadás. Igen, tényleg menő volt, nem igaz? Hello, Weaver poronmester! Még nem indult el? Még nem! Maradunk néhány napot a völgyben, és tartunk egy-két előadást. Csak szerettem volna még egyszer megköszönni, amit értünk tettek az előbb, és ezeket is nektek hoztam. Ingyen jegyek a cirkuszba? Köszönjük, Mr. Weaver! Ezek különleges VIP jegyek. Gyertek, amikor szeretnétek! Nagyon látványos előadás, a legjobb! Csak egy dolog hiányzik. Egy igazi sztár. Köszönjük, Mr. Weaver, de már mondtuk magának, lesz. Igen, tudom. Lesz nem eladó. Családtag, és én megértem, és tiszteletben tartom. De talán, ha nem neveznénk a kutya megvásárlásának, nevezhetnénk helyette inkább remek cirkuszi befektetésnek. A cirkuszomnak szüksége van új annak attrakcióra, annak nevezheti, aminek akarja, a válasz akkor is mindig ez lesz. Leszi marad, és ez végleges. Nem így van, kislány? Hát jó, de ne feledd. Én próbáltam észérvekkel meggyőzni. Segítség! Valaki, kérem, segítsen! Segítség! Segítség! Au! Segítség! Segítség! Segíts, Leszi! Segíts, Leszi! Lámám, Leszi! Szundi idő! Jobb, ha nem harcolsz az altató injekció ellen. Hú, ne aggódj, Leszi! Megígérem, hogy így vagy úgy, de te leszel a legnagyobb sztár, aki valaha szerepelt a cirkuszban. Készen álltok? Egy, két, há, tadám! Éha, minek kellene történnie? Hát egy halnak kellett volna megjelennie. Hé, hey, próbáljuk ki inkább a ládát. Igen, tüntessük el magunkat. Hogyan? Jaj, ne! Várjatok! Ne aggódj, úgysem tudja, hogy kell. Abrakadabra! Abrakadabra, tűnj el! Látod? Én ezt nem értem. Pedig kimondtam a varázsigét. Nagyon vicces. Hé! Hey, várjatok meg! Jaj, várjatok meg! Jó reggelt, Leszi! 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 Leszi, hol vagy? Zoe, mi történt? Valami baj van! Leszi eltűnt! Leszi! Gyerünk, kislány! Hol lehet? Leszi! Leszi! Hallasz minket? Leszi! Zoe! Leszi! Zoe, mi a baj? Leszi eltűnt! Hogyan? Leszi! 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 Zoe! Találtál valamit? Ezt találtam! Leszi! Nézd, ez pont olyan gomb, mint ami Weaver porondmester kabátjában. Weaver porondmester? Hát persze! Hallottad, mennyire szerette volna elvinni Leszit, és most nála van! Ó, anya, apa, elvitte Leszit, tudom, hogy ő tette. Ide jött tegnap, hogy ajánlatot Hogyan? Tegyen nekünk Leszért, és elutasítottuk. Graham, most mit tegyünk? Ez a gomb önmagában nem elég bizonyíték semmire. Nem, de a gomb a tett helyszínéhez köti. Ahhoz elégnek kell lennie, hogy átkutathassam a vonatot.
Minden zugát átkutatjuk annak a vonatnak. Kérlek, találd meg, apa! Ott van Lesszi, tudom, hogy ott van! Hiszek neked, Zoe, és vissza fogom szerezni, ígérem. Ez meg mit jelentsen? A kutyánk Lesszi eltűnt. És nekem ehhez mi közöm van? Én is pontosan ezt szeretném kitalálni. Hogyan? Csupán egyetlen gomb alapján vádol meg, mert semmit nem bizonyít. Valószínűleg akkor veszítettem el, amikor örökni jártam tegnap. De minden esetre jöjjön be! Kutasson át mindent! És amikor nem talál semmit, elvárok egy bocsánatkérést! Mi történik? Mi folyik? Hol van Lesszi? Ne aggódj, ez csak egy félreértés. Minden rendben lesz. Nincs itt semmi, uram! És így sincs semmi! Jól van, keressenek tovább! Ott vannak! Gyertek már! Nem tudom. Csak úgy tudunk segíteni Loopernek bejutni a cirkuszba, hogy beosonunk a vonatra. Valószínűleg nem. De most nincsen más ötletem. Már majdnem ott vagyunk, gyerünk! Én már tökre kipulcoltam. Gyere, bajtás, bátorság! Mióta vagyunk itt? 53 perc, 12 másodperc. Hol van Lesszi? Ez nevetséges! Háromszor átkutatták az egész vonatot. Meddig tartanak még fel? Ameddig szükséges. Majd megnézzük, mit gondolnak erről az ügyvédeim. Semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy továbbra is akadályozzák a vonatomat. Graham, igaza van. Egy árva bizonyítékot sem találtunk a vonaton. Muszáj lesz elengednünk. Nem engedhetitek el! Nála van Lesszi! Biztos, hogy ezen a vonaton van valahol. Kérlek, muszáj tovább keresnünk. Zoe, találunk más megoldást, kicsim. De megígérted. Oké, most szundizzunk. Aztán menjünk vissza próbálni. Az élet megy tovább. Ugye csak rá, Zoe, még nincs vége. Nem nyugszom, amíg Lesszi nem jön velünk haza. Ha én lennék azon a vonaton, Lesszi biztos nem csak állna és nézni. És én sem tudok. Zoe! Ne! Végig kell gondolnod, hogy mit csinálsz. Gyerünk! Várj! Nekem is végig kell gondolnom, hogy mit csinálok. Zoe! Harvey! Szálljatok le! Ne aggódj, apa! Minden rendben lesz! Zoe! El kellene olvasni az útmutatót, mielőtt elkezditek. Egyetlen hiba miatt nem fogom csak úgy feladni. A bűvészkedést meg lehet tanulni gyakor... Nincs itt, itt már megnéztem. Biztos, hogy valahol Weaver vagonjában van. A porondmester vagonja. Nézd, a padló alatt van valami. Te csak végezd a munkádat, a többihez neked semmi között. Ahogy óhatja, Mr. Weaver, de figyelmeztetem, hogy nem veszünk részt a piszkos ügyeiben. A következő megállóban kirakom őket. Itt van Lesszi, nem lesz rájuk szükségem. Ez egy titkos rejtekhely. Állatokat rejtegetnek. Egy farkas kölyök? Vadállatokat is elfogtak. Ez illegális. Lesszinek is itt kell lennie valahol. Lesszi! Lesszi, oda bent vagy! Lesszi! Harvey, megtaláltam! Jaj, de jó, siessünk! Lesszi, úgy örülök, hogy újra látlak. Ne aggódj, Lesszi, kiszabadítalak innen. Zárva van! Harvey, Lesszi ketrece zárva van! Láttam egy kulcsomót a porondmester kocsijának falán. Hozd ide, kérlek! Hol? Az ablakok mellett!
Mi a? Hé, te meg mit keresel itt? Hé! Jaj, ne! Hívd a bohócot, ő az egyetlen, aki befér oda! Van ötleted? Talán egy. Aszta, Harvey, te zseni vagy! Ne aggódj, kislány, visszajövök és kiszabadítalak! Menjetek már, kint vannak! Gyerünk, kellenek azok a kulcsok! Hol vannak? Hol vannak? Gyerünk, te fafej! Állj el az útjukat oda le, gyorsan! Mi csináltok ki, szerencsétlenek? Ennyire bonyolult elkapni két taknyos kölköt! Gyerünk már, gyerünk! Mindjárt elérem! Én meg mindjárt elkapok! Gyorsan, Harvey, siess! Megvan! Kapjátok el! Csapdába vannak, nem menekülnek, gyorsan! Ez meleg volt! Te vagy a legjobb! Lassie után persze! Hello, kékek! Gyorsan! Kígyó! Azonnal kiszabadítalak innen! Utálom őket! Gyere vissza, te félkegyelmű! Te! Gyere ide és vess ennek véget! Lassie! Jó ezt látni, de muszáj indulnunk. Köszi, Lassie, köszi, de nincs most időnk. A többi állatot is ki kell szabadítanunk. Ne feledd óvatosan a kutyával! Gyorsan! Na végre! Már elegem van belőletek! Ideje aludni menni! Most te találj ki valamit! Menjünk le! Gyerünk! Én megpróbáltam észérvekkel fair ajánlatot tenni. Fogalmatok sincs, mennyi pénzt kereshetne nekünk Lassie. Fogalmatok sincs, milyen különleges. Dehogy nincs. Ezért próbálom minden áron megvédeni az olyan emberektől, mint maga. Egy művész kulcscsomó. Jobb, ha indulunk, de azonnal. Na várjatok csak, jövök már kicsiké. Nem félünk magától. Sosem kényszerítheti Lassie-t, hogy szót fogadjon magának. Gyerünk, vége a játéknak. Kapd el őket, én elállom az utat. Szia, Lassie. Tényleg mindent nekem kell csinálnom! Szia, Lassie! Sziasztok! Meg kell állítanom a vonatot, ez vészhelyzet! Talán létezik rá egy varázsige, de nem ismerem. Megpróbáltam észérvekkel, én fel akartam lenni. Miért ne fogadtátok el az ajánlatomat? De most már túl késő! Ó,
Ez szörnyű. Szegények. Hogyan szabadítsuk ki őket? Jól van, srácok. Ideje bevetni végre egy tényleg működő bűvésztrükköt. Vagy ezt is lehet? Nem. Ez nem lehet. Apa! Zoe! jól vagytok mindketten, ez nagyszerű. Megijesztettél, tudod? Sose csinálj ilyet többet, jó? De hol van Lassie? Au! Au! Oké, oké, feladom! Nyugalom! Au! Au! Még ha jó is az ügyvédje, Lassie mindig legyőzi magát. És hosszú ideig a rács mögött fog kuksolni. Ha ez nem lenne elég, tanúskodunk a bíróságon maga és a társai ellen. Kérem, higgyék el. Sajnáljuk, ami történt. Az olyan gonosz embereknek, mint ő, semmi közük a cirkusz élethez. Így szeretnénk helyreállítani ezt a tévedést, és meghívni önöket, amikor legközelebb erre járunk. Amíg nem esik szó Lassie megvásárlásáról, nagyon szívesen. Ha, maga mázlista, megérkezett a börtöntaxia. Hé, Lassie! Láttad ezt? Segítettünk az állatoknak hazatérni! Érted már a vadon hívó szavát? Úgy érted, fáradt vagy, fürödnöd kellene és aludni. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.